Adásban vagyunk! Köszöntöm a bevezetés a megmagyarázatlan dolgokban nézőit! Köszönöm. Ma a Gravity Force-i 132-es anomáliát vizsgáljuk, az Ipi apacsot. A helyi favágók egy rejtélyes lényről beszélnek, aki mindig éppen eltűnik. Ezek a fotók azt mutatják, hogy talán mégis létezik. Minden esetre én ki akarom deríteni. Ipi apacs! Ó, bizony, hogy létezik, mint a szakállam. Amikor mögöttem volt, azt hallottam. Nagyon ijesztő. Apa! Fel a fa! Apa szerepel egy filmben! Most szerepel egy filmben. Újra tölteni, hölgyem? Hölgyem? Ó, az Ipi apacs nagyon is létezik. Lehet, hogy éppen mögöttem van. Lássuk csak. Wow! Ne higgyel minden legendát, kölyök! Ennek a városnak a lakói szó szerint a legbutábbak a világon. Szó szerint! Wow! Az Ipi apacs csak mese. Rejtélyt akarsz? Mit szólál ahhoz, hogy miért? Hogy mi a... Ez az! Hé, éppen riport készül! Kölyök! Elkaplak! Hova lett? Na jól van, több órási üldözés után ehhez a fához jutottam. Tudom, mire gondolnak, hogy lehet elkapni egy lényt, ami mindig mögöttünk van. Ezért használok tükörrendszert. Semmi sem bújhat el Dipper elő. Megfogd! Vége! Dippernek vége! Meg is van. Készüljenek végre, meglátják Ipi apacsot. 3, 2, 1... Mi van? Hú, klassz! Rumbatek bagony! Nos, bizonyíték hiányában meg kell állapítanom, hogy a 132-es anomália, az Ipi apacs csak egy legenda. Mi volt az? Semmi.